az Egyenes Beszéd ma esti témái és vendégei. Hazugsággal térne vissza a pályára, állítja Kálmán Imre lánya, akinek támogatói sorait kirakta a Facebook oldalára Kerényi Miklós Gábor, hogy igazolja, nem akárkik állnak mögötte a főigazgatói pályázatban. Csak hogy Ivon szerint már méltatlan Kerró a támogatásra, és a kitett levél 2013-ban született. Csak itt, csak most Kerényi Miklós Gábor. A magyar törvények világosan kimondják, hogy minden migránsnak, aki menedékkérő státuszban tartózkodik a tranzitzónában, jár és biztosított az ellátás. Közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ pénteken, és hozzátették, a tranzitzónában éhező emberekről szóló hírek, a soros szervezetek hazugságai, lejárató akciók. De akkor milyen bizonyítékai vannak a Helsinki Bizottságnak? Kérdezzük Pardovi Mártát. Határozottan azt szeretném, hogy bemutassam, miként lehet ökopolitikai eszközökkel csökkenteni a migrációs nyomást. Fogalmazott egy interjúban az LMP társelnöke, aki a Jobbikkal természetesnek tekinteni az összefogást, a Fideszt azonban egy bolsevik elven működő szocialista pártnak tartja. A stúdióban Keresztes László Lóránt. Egyenes beszéd Rónai Egonnal. Ma este 7-kor az ATV-n.